Milyen volt az idei szezonatok? Nagyon jól sikerült szerintem, Zoltán. Büszkén mondhatom, hogy az óriások elérték az idei kitűzött célokat, az általunk kitűzött célokat. Azon kívül meg szerintem minden kisgyerek és minden szülő oda tette magát. Ennek eredményeképpen elértük azt a célt, hogy az U8 és az U10 is úgy részt tud venni ugye eddig a C-ben induló tornákon felül a B-ben indulókon, hogy teljes mértékű tagjai tudunk lenni, tehát nem pofozó zsákként, hanem ténylegesen eredményesek tudnak lenni ebben a B szint, vagy ezen a B szinten is. Akkor most már úgy tudtok elmenni tornára, hogy büszkén jöttök hazafelé. Ez nem teljesen igaz, mert ezt nem szoktam annyira mindig reklámozni, mert túl dicsérni nem szeretem a tanítványokat, de én azért majdnem minden tornára, sőt, a tornák 99%-ában büszkén tudok visszajönni. Én egy szerencsés edző vagyok itt ebben a városban és ebben a sportágban is, meg úgy szerintem országszerte is, mert sok olyan gyerekünk van, aki, sőt, inkább a gyerekeknek azt kell mondjam, 100%-a minden tornán, minden edzésen megpróbálja oda tenni magát, és ebből mindig eredmény jön ki. Holott mi nem várjuk el csak a jó kedvet, de a jó kedv akkor van, mikor jól megy a játék, és általában jó a kedv, az az igazság. Igazából én arra gondoltam, hogy a polgármester úr mindig megemlegeti az első mérkőzést, amit ő látott, talán Zalaegerszegen, vagy nem tudom pontosan, hogy volt. Igen, igen. Ahol álltatok a pályán gyakorlatilag. Hát nem, ezt is helyesbítenem kell, bárcsak álltunk volna a pályán, de ugye mivel hogy a táv elválasztó, a nagypálya elválasztóin kellett bemenni, tehát valójában a gyerekek átmásztak rajta, és utána megpróbáltak állni a pályán. Onnan azért elég nagy fejlődés következett be. Nem tudom, neked megvan az a felvétel? Nekem nincsen. Ja, mert azt kellene, hogy összetenni most egy mostani felvételt azzal a felvétellel. Ezért kíváncsi lennék én is arra, hogy mekkora a különbség, vagy van-e különbség. A szezonnak még nincs vége, bár a jó idő már megjött. Elárultad nekem az előbb, hogy készültök Budapestre. Igen, a szezonnak még merőben nincs vége. Egyrészt minden szezonnak van lezárása is, tehát a jeges szezon után van még egy száraz rész a szezonból, és a száraz szezon után egy hónap pihenő lesz majd, de addig is a gyerkőcöket el fogjuk vinni Győrbe vasárnaponként, hogy még azért még plusz egy hónappal, legalább napi vagy heti egy nappal ki tudjuk toldani nekik a jeges történetüket. Mellette három darab edzéssel fogunk kedveskedni számukra, és különböző dolgokkal fogjuk idén úgy gondolom általunk még profibbá tenni, és őket meg olyan irányba terelni, hogy a legjobbak az ás szint fele haladjunk. Április 29. Így van, Budapest Mac stadionában, Mac pályáján fogunk játszani. Kettő csapatot viszünk, és mint említettem neked, B-s meg C-s csapatot is ki tudunk állítani, tehát ez külön büszkeség, ezért mondtam, hogy igazániból mindenki, aki a stábnak a része, vagy az egész óriás családnak a része büszke lehet, mert az áldozatos munka eddig úgy néz ki, hogy meghozza gyümölcsét. Hát akkor hallja óriások, és holnap reggel találkozunk veletek. Így itt van. A tojásfánál. Így van, jövünk ide is.